1749. február 17-én Mária Terézia szabad királyi városi rangra emelte Zombort. Erre emlékezett a nyugatbácskai magyar közösség. Az ünnepségen fellépett a nagy múltú, a napokban újra alakult Zombori Filharmónia kamarazenekara is. 1900-ban alapították, és rengeteg nagyon híres művész köztük Liszt Ferenc diákjai is ugyanitt a Zombori Városházat dísztermében léptek fel, a Filharmónia szervezésében is. És hát én azt hiszem, hogy én úgy látom a jövőt, hogy minőséges kultúrát és zenét kell nyújtani a zombori és a zombort környező településeknek. Akkor van jövő Nyugatbácskában magyarként, ha összekapaszkodva, együtt gondolkozva tervezzük a jövőt, és a megtervezett projekteket sorban megvalósítjuk, mondta Pelt Ilona, a VMS Nyugatbácskai Körzeti Szervezetének elnöke. A szlogenünk is olyan, hogy veletek éltetek mindannyiunkat, amiben benne van minden a eszenciája annak, ami itt van Nyugatbácskában, hiszen nekünk mindennapjainkban elmondható, hogy igyekezünk kapcsolatba lenni a polgárokkal, igyekezünk meghallgatni az ő igényeiket, és abból állítjuk össze valójában a projektjeinket. Dr. Úri Emese, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje, a Zombori Egészségház igazgatója beszédében kiemelte, az elmúlt időszakban sikerült egyebek között utakat javítani, és a Bérek Hercegszántó határátkelőt alkalmassá tenni a teherforgalom számára. Emellett sikerült felújítani az egészségházat, és magyar ajkú szakembereket is alkalmazni. Az egészségügynek az elérhetősége az, ami nagyon fontos. Tehát Zombor környéke, és nem csak Zombor környéke, Nyugatbácskában rengeteg apró kis falu van, ahol tulajdonképpen, ahol élnek a magyarok, ahol élnek a lakosságnak több mint az 50%-a kis falukban él, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokban a helységekben továbbra is legalább az orvos az alapellátásban, és ha azt nem tudjuk biztosítani, akkor a nővér jelenléte állandó legyen. A Vajdasági Magyar Szövetség feladata, hogy a zombori magyarságot és általában a nyugatbácskai magyarságot segítse küzdelmében. Ezt úgy tudják megtenni, hogy meghallgatják igényeiket és megpróbálják ezeket a célokat Belgrádban vagy Újvidéken megvalósítani, mondta az eseményen dr. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti lista vezetője. Az egyik ilyen fontos célkitűzés a Bérek-Bezdán útnak a kiépítése, illetve a határátkelőnek, a Bérek-Hercegszántói határátkelőnek a modernizáció annak érdekében, hogy minél gyorsabb legyen a határátlépés, és hogy gazdasági szempontból is ez a határátkelő minél többet hozzá tudjon tenni a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez. Az ünnepségen a VMS további köztársasági képviselőjelöltjei közül jelen volt még Kovács Elvira, Fremond Árpád, Juhász Bálint, Ökrész Rozália és Gyivánovics Dániel is.